Az eseményre színjátszók érkeztek Nemes Militicsről, Padéról, Magyar Ittabéről, Nagybecskerekről és Kispiacról. A csókaiak is színpadra léptek. Szerintem nagyon jól sikerült, bár ezt a zsűri tudja, úgyhogy nagyon várjuk az eredményeket. A két legjobb előadásnak járó díjat a nagybecskerekiek és a magyar ittabéiak érdemelték ki. Kitörő szempontát. Mit ír rajta? Ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagyképű, te nagyképű! A Suli Színház Fesztivál legfőbb feladata az anyanyelv ápolásának serkentése a szórványtelepüléseken. Jódal Rózsa író, zsűritag szerint az anyanyelvápoló csoportoknál egyre nagyobb javulást tapasztalható a magyar nyelv használatát illetően. Ami nagyon érdekes, hogy a legtöbb szövegben, akárkitől veszik át, a gyerekek és a tanárok, mi azt most nem tudjuk, hogy ki mennyit, de saját érzéseiket szavakba foglalják, és színesebbé teszik magát a játékot. Tehát föltöltik a meglévő szövegeket. Aki hazudik, az csal. Aki hazudik, az lop. Hazudni meg csalni, az csúnya dolog. Aki hazudik, az csal. Aki hazudik, az lop. Hazudni meg csalni, az csúnya dolog. Még tisztességesen válaszolni sem tud. Mondd, mire használod a fejed? Azzal szoktam fejelni. Nagyon sok színészi alakítást díjaztak az eseményen. A bírálóbizottság bevallása szerint a legjobb rendezőnek járó elismerés kiosztása is komoly fejtörést okozott nekik, hiszen a diákok és a tanítóik is mindent beleadtak a munkába.